Politikai instabilitás korszaka zárulhat le, amennyiben bejönnek Ludovik Orbán számításai. A Pénélé vezérét és kormányát ugyan ma megbuktatta a parlamenti többség, egy előrehozott választás esetén azonban könnyűszerrel győzedelmeskedhet. Egyes elemzések szerint még az is megtörténhet, hogy más pártok nélkül is kormányt alakíthatnak majd. A rendszerváltás utáni Románia történetének második legrövidebb kormányzását tudhatja magáénak Ludovic Orbán. Mindössze 93 napig volt miniszterelnök. Az elmúlt 8 évben ráadásul hét kormánya volt az országnak, tehát egy politikailag instabil korszak zárulhat le, ha bejönnek az immár ex-miniszterelnök számításai. Ugyanis a látszat ellenére a liberálisokat nem feltétlenül viseli meg a kormányuk bukása, hiszen ezzel egyúttal megnyilhat az út az előrehozott választások előtt. Ez pedig elhozhatja akár a politikai stabilitás időszakát is. Nyilvánvaló, hogyha egy előrehozott választáson a Pénélé egy magabiztos győzelmet arat, és akár egyedül, tud, akár egyedül tud kormányt alakítani, akár valakivel közösen, például az RMDS-szel, akkor egy jóval stabilabb időszak következhet, mint a mostani, hiszen látjuk, igazából ez a legfőbb üzenete a mai bizalmatlansági indítvány eredményének, hogy egy elképesztően instabil román politikai életet látunk már jó ideje. A Pénélének jelenleg 106 képviselője is szenátora van a parlamentben. Ha hihetni lehet a közvélemény kutatásoknak és a Pénélé a jelenlegi népszerűségét szavazatokra tudja váltani, úgy ezt ezt a számot megduplázhatja. Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy ez sem feltétlenül garancia arra, hogy egy kormány végigviszi a négy éves mandátumát. A PCD ugyanis hasonló választási győzelemmel sem tudta ezt elérni az elmúlt négy évben.